Megérkezett a tavasz, és ezzel együtt elindultak a szezonális kerti munkák is. Az ezek során keletkező hulladék begyűjtésére és újrahasznosítására különös figyelmet szentel az önkormányzat. Az interneten a város honlapján meghirdetésre kerültek az időpontok, amikor a zöld hulladékot ki lehet helyezni. A gyűjtő, illetve azok az irodák is megjelölésre kerültek városrészenként, ahol a gyűjtőzsákokat az ügyfelek átvehetik. Személyigazolvánnyal, lakcímkártyával bejelentkeznek és megkapják a zsákokat. Ezekben a zsákokban fűnyesedéket, falevelet, minden nemű zöld hulladékot ki lehet helyezni. A TKKN dolgozói a mostani akcióban lomhulladékot, építési törmeléket, veszélyes és kommunális hulladékot nem szállítanak el, és arra kérik a lakosságot, hogy a táblázatban megjelölt időszak első napján reggel 6 óráig rakják ki az összegyűjtött zsákokat, zöld hulladékot.